az előző rész tartalmából. Miután Kassa Tibi elhagyta a Big Brother házat, a három finalista három versenyben megmérkőzött egymással. Az első versenyből Ördög Nóra került ki győztesen. Liptei Klaudia és Fekete Pákó közül Fekete Pákó bizonyult szerencsésebbnek és jutott tovább az utolsó versenybe. Az eddigi legfontosabb sakkmeccsen Ördög Nóra alul maradt, és így Pákó kapta meg az utolsó házmesteri címet, és ezzel bebiztosította magát a döntőbe. Kiválasztáskor Fekete Pákó úgy döntött, hogy Ördög Nórát viszi magával a döntőbe. Ezzel elérkezett a celeb Big Brother fináléja, és most eldől, hogy kinyeri meg az egész játékot. Elérkezett a finálé, az utolsó epizód, ahol elválik, hogy ki fogja megnyerni a Sims celeb Big Brother-t. A kettő jelölt, aki eljutott a legvégéig, Fekete Pákó és Ördög Nóra, a kettőjük között fog eldőlni, hogy ma ki fog nyerni. Itt van velünk a zsűri is, megérkezett, visszajött a zsűri, ugye az utolsó hat kieső, és ők fogják a szavazatukkal eldönteni, hogy ki fog ma nyerni. Ugye itt van velünk Csobot Adél, Tilla, Dancsó Péter, Szandi, Kassa Tibi és Liptai Klaudia, ugye, aki a legfrissebben esett ki a három finalista közül. Igazából rajtuk fog múlni, hogy ki fogja megnyerni a játékot, ki játszotta a jobb ilyen szociális játékot, ki volt az, aki a legjobban kezelte a zsűrit, barátokat alakított és a többi. A szavazás úgy fog folyni, hogy akik itt ül, ugye Fekete Pákó és Ördög Nóra, Fekete Pákó oldalán megjelennek azok, akik Fekete Pákóra szavaztak, Ördög Nóra oldalán pedig megjelennek azok, akik Ördög Nórára szavaztak. És mielőtt elkezdenénk a szavazást, megnézzünk egy rövid kis összeállítást arról, hogy Fekete Pákó a játék folyamán milyen versenyeket nyert, mennyire érdemli meg, hogy nyerjen, illetve Ördög Nóra is milyen versenyeket nyert, milyen címeket ért el ki, milyen versenyeket nyertek meg, ugye, külön-külön. Ördög Nóra könnyen megnyerte a házmesteri versenyt, egyetlenként eltalálva a győztes dizájnt. Majd Ördög Nóra Vajna Tímát és Sebestyén Balást jelölte meg kiesésre. Ördög Nóra nyerte meg a házmesteri versenyt, és hatalmával élve Csobot Adélt és Kassa Tibit jelölte meg kiszavazásra. Azt követő házmesteri címet Ördög Nóra nyerte meg, aki Szandit és Kassa Tibit jelölte meg kiszavazásra. Az azt követő házmesteri címet Fekete Pákó nyerte meg, és Téla Tillát és Kassa Tibit jelölte meg kiszavazásra. A vétóversenyen Fekete Pákó győzedelmeskedett és kapta meg a vétó hatalmát. Hatalmával élve Ördög Nórát levette a kijelöltek közül, így Fekete Pákó lett a nézők által megszavazva vétó nyertesnek, és hatalmával élve levette Ördög Nórát a kijelöltek közül. A legfontosabb sakkmeccsen Ördög Nóra alul maradt, és így Pákó kapta meg az utolsó házmesteri címet, és ezzel bebiztosította magát a döntőbe. Ahogy láthattuk, Ördög Nóra három házmesteri versenyt nyert, Pákó is nyert egy házmesteri versenyt, és ő kétszer nyert vétót, és mind a két alkalommal pont Ördög Nóra volt a kiesettek között, és pont, vagy nem aki a kiszavazó kanapén, és mind a kétszer megmentette Ördög Nórát attól, hogy esetleg kiszavazhassák. És illetve Pákó még az utolsó versenyt is megnyerte, amiben ő tudott választani arról, hogy kit visz magával a vétóban, szóval elég, vagy mi a döntőbe, elég sok mindent, sokat nyertek. Ördög Nóra ugye nagyon sok házmesteri címet nyert, ami viszont azzal jár, hogy mi a házmestereknek ugye ki kell jelölni azt, hogy kit akarnak kiejteni, és nagyon, ahogy így szokták mondani, véres marad a kezük, mert ugye sok ellenséget szerez magának az, akinek folyamat ki kell jelölni embereket kiesésre. Úgyhogy ez nem biztos, hogy olyan pozitívan maradt meg mindenkinek, és lehet, hogy a zsűri emiatt egy picit savanyú. De nézzük is meg, hogy kire szavaznak egyenként a zsűritagok. Hat zsűritag van, és egy hetedik szavazattal fogjuk kezdeni. A hetedik szavazat a nézői szavazat volt. Nézők megszavazhatták azt, hogy ki legyen az, akit ők szeretnének nyertesként látni. A nézők úgy szavaztak, hogy a nyertese a Big Brother játéknak Fekete Pákó legyen. A nézőket pedig egy ilyen kerti törpe fogja reprezentálni,
be is készítettem, itt van ez a kerti törpe, lesz a nézői szavazat. Szóval Pákónak már van egy szavazata arra, hogy ő nyerje meg a versenyt. Egyébként nagyon-nagyon szoros volt a szavazat. Én próbáltam sokáig várni azzal, hogy minél több időt adni, és aztán végül sokáig Ördögnóra vezetett, és aztán végül is Pákó lett az, aki elcsípte a nyertes helyet, úgyhogy Pákó megkapta a nézői szavazatot, de nézzük, a zsűri hogy szavaz. Az első szavazónk Csobot Adél. Nézzük, Adél hogy választ ki, nyerje meg a játékot. Adél szavazata Fekete Pákó mellett van. Nem lehet túl meglepő a szavazata, ugyanis Ördög Nóra volt az, aki kiejtette Adélt a játékból, úgyhogy biztosan nem kedvelik annyira egymást, és Adél jobban örülne, hogyha Fekete Pákó nyerne. Nézzük meg, Tilla hogy szeretne, hogy dönt. Tilla kire szavaz, ki legyen az, aki megnyeri a játékot. Ördög Nóra mellett van a szavazata. Ez a Tilla a szavazata se lehet, hogy lehet meglepő, ugyanis Tilla-Tillát pedig pont Pákó a házmesteri, amíg házmester volt, pont akkor ejtette ki a játékból, úgyhogy biztosan Ördög Nórát jobban kedveled, de nézzük akkor, menjünk tovább. Dancsó Péter hogy szeretne szavazni? Ki nyerje meg a játékot? Dancsó Péter szavazata Ördög Nóra mellett áll. Dancsó Péternek nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt ez a szavazat, ugyanis nagyon, mind a kettőjüket nagyon-nagyon kedveli, Fákóval is nagyon jó barátságot alakított, Ördög Nórával is. Nézzük meg, Szandi hogyan szavaz. Szandi Fekete Pákóra szavaz. Szandinak se lehet meglepő a szavazata, ugyanis Ördög Nóra volt az, aki kiszavazta Szandit, bármint ő az ő házmestersége alatt, ő jelölte ki Szandit, és végül is érte el, hogy kikerüljön a házból. Úgyhogy ugye itt jön előtérbe az, hogyha valaki sokszor házmester, akkor bizony nem sokan fog, annyira nem fogják kedvelni. Na nézzük, Kassa Tibi hogy szeretne szavazni. Kassa Tibi Fákóra, Fekete Pákóra szavaz. Kassa Tibinek ugye egyik, mind a kettőjükkel olyan érdekes kapcsolata volt, de a játék végére mégiscsak Fekete Pákóval lett jobb kapcsolata, sokkal jobb kapcsolata, így úgy szeretné, hogyha ő nyerné meg a játékot, és nézzük, Liptai Klaudia hogyan szeretne szavazni. Liptai Klaudia is szintén Fekete Pákóra szavaz, így eképpen gratulálunk, Fekete Pákó lett, aki megnyerte a Sims Big Brother-t, és nagyon ünnepel is, nagyon örül neki. Fekete Pákó a nyertese az első évadnak a Sims Big Brother-be, hogy el lehet kezdeni nekik ünnepelni. Nagyon jó játékot játszott. Ugye az a lényeg, hogy sok barátot alakított ki magának, olyan szinte olyanokat is, akikkel nagyon-nagyon jó barátja lett, és úgy nem is volt annyira képbe, szóval nem szerzett magának túl sok ellenséget. Liptai Klaudia pedig nagyon-nagyon kedvelte ugye Fekete Pákot, de ugye még annak ellenére is, hogy nem Klaudiát választotta, hogy magával viszi utoljára, hanem Ördög Nórát, de így is nagyon túl közel kerültek egymáshoz. Úgyhogy ezzel a kis rövid fináléval le is zárul a Sims Big Brother évad. A Fekete Pákóval nyertesként nem gondoltam volna semmilyen módon, hogy Fekete Pákó lett volna a nyertes, majd a végén ez lett, de igazából Fekete Pákó lett az, aki nyertes lett. És így már ő maradt egyedül. Úgyhogy kijött a házból, és megnyerte a játékot. Szóval a végéhez ért a játék, és most egy picit, egy kis szünetet tartok, most ez a Big Brother eléggé elvette a szabad időmet, úgyhogy most egy picit szünetet tartok, másik csatornákra fókuszálok, és majd utána visszatérek, egy másik challenge-re gondoltam, egy kihívásra, de szeretném, hogyha lenne még Big Brother, celeb Big Brother. Én nagyon élveztem, nekem nagyon tetszett, viszont arra egy picit várni kell majd, mert most kicsit nagyon tetszenek ezek a táncszuszolatok. Majd egy kicsit most másra foglalkozok, és aztán ha minden igaz, jön egy másik kihívás, hogy még egyedülre meglepetés lesz, de majd ennek is csinálok valami kis előzetest. És köszönöm mindenkinek, aki végigkövette a szavazatokat, mert ugye nézői szavazatok nélkül elég olyan lapos lett volna, úgyhogy jó, szeretem az, amikor bele lehet szólni a játékokban. Úgyhogy itt le is zárult a játék, gratulálok Pákó még egyszer, nem gondoltam volna soha, aztán mégiscsak megnyerte a játékot, úgyhogy
Úgyhogy majd még visszatérek. Addig is, sziasztok!